Novák Katalint jelöli köztársasági elnöknek a Fidesz frakciója. Orbán Viktor miniszterelnök a Kormányinfón azt mondta, 40 országgyűlési képviselőnek kell ajánlást tennie az új államfő személyére. A Fidesz elnöksége a kérdést megvitatta, és már meg is tette a javaslatát. Áder János államfő második ciklusa jövő májusban jár le, őt követheti tehát a jelenlegi családügyi miniszter. Fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Alig több mint egy éve tette le miniszteri esküjét Novák Katalin a parlamentben. 2020. októbere óta családügyért felelős tárca nélküli miniszterként dolgozik a kormányban. Most viszont újabb feladat várhat rá. Ő lehet Magyarország első női államfője. Miniszterelnök úr, meg tudja erősíteni azokat a híreket, hogy a jelölt Novák Katalin miniszterasszony? Meg tudom erősíteni. Évvégi nemzetközi sajtótájékoztatóján erősítette meg Orbán Viktor, hogy a Fidesz frakció Novák Katalint jelöli köztársasági elnöknek. Áder János államfő mandátuma ugyanis jövőre lejár, és már nem választható újra. Sajnáljuk, hogy így van, de a magyar alkotmányos rend az csak két ciklust enged a köztársasági elnöknek. Nem tisztem, hogy ezt minősítsem. Ha így van, hát így van. A eljárásrend ilyenkor a következő, hogy javaslatot kell tenni az új köztársasági elnök személyére a fideszes képviselőket csoportjának, azt hiszem 50 képviselő aláírásával lehet, hát 40 képviselő aláírásával történhet ez meg. A Fidesz frakció ennél jóval nagyobb, tehát javaslatot kell tenni. Az elnökség ezt a kérdést megvitatta, és a szükséges javaslatot én hivatalosan meg is tettem. Novák Katalin is először az interneten reagált. Azt írta, vállalja a felkérést, Magyarországot képviselni, az egész magyar nemzetet szolgálni, erre az embert próbáló feladatra készül, hittel, lélekkel, szívvel. Novák Katalin 3 gyermekes édesanya, a Fidesz országgyűlési képviselője. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen szerezte meg közgazdász diplomáját, de a Szegedi Tudományegyetemen és Párizsban is tanult jogot. Dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban. 2014-ben nevezték ki család és ifjúságügyért felelős államtitkárnak, de már korábban is dolgozott a külügyminisztériumban. Női politikusként az egyik legfontosabbnak azt tartja, hogy a nőknek ne kelljen lemondaniuk a családalapításról a karrierjük miatt. A törvény szerint a képviselők egyötöde tehet ajánlást a köztársasági elnök személyére, a két fordulós választás időpontját az országgyűlés elnöke jelöli ki. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1-en arról beszélt, hogy már az első forduló eredményes lehet majd. A második körben elég egy egyszerű többség a megválasztáshoz, ugyanakkor én azt gondolom, hogy az a valóban a realitásoknak megfelelő megközelítése, és ha azt mondjuk, hogy az első fordulóban már meg fogja Novák Katalin kapni a megfelelő többséget ahhoz, hogy Magyarország első női köztársasági elnöke legyen. Áder Jánost először 2012-ben választották meg köztársasági elnöknek a Fidesz-KDNP frakció szövetség javaslatára. 2017 májusában pedig újra választották, mandátuma jövő év május 10-én jár le, de az országgyűlés valószínűleg már jóval korábban dönt arról, hogy megválasztja-e utódjának Novák Katalint.